erre megyünk a Bezerédi úton, ott is a hegyi úton megyünk végig. Azt szeretném mondani, hogy libasorban senki nem előzhet, nem fogunk versenyezni, jó? A Bálthaszéki Gondozási Központ munkatársai biciklitúrát szerveztek a Molyhos Tölgyhöz, amelyet 2016-ban az év fájának választottak. A szervezés megindokolta az előregisztrációt, de ez sem tántorította el a részt venni kívánó gyerekeket, minden beregisztrált személy megjelent. Pécsi Edit, a gondozási központ munkatársa elmondta, hogy a nyári táboruk keretén belül szervezték a kerékpártúrát. Minden évben nyári játszóházas programokat szoktunk szervezni, ez nagyjából az iskolai szünetre datálható, és egészen az iskolai szünet végéig, tehát augusztus közepe végéig van. Ez körülbelül 10 hetetől áll fel, minden pénteken délelőtti programként van jelen ugye a mi életünkben is, illetve a gyerekek életében is. A szervezők elmondták, külön útvonalon egy mellékúton haladtak, hogy biztonságos legyen a gyerekek számára. Voltak, akik bicikli nélkül a kísérő autóban utazva értek fel a tölgyhűvös árnyékába, azért, hogy barátaikkal együtt lehessenek. Nincs kész a bicikli, míg ott még tanulgatom. A gyerekek mindegyike teljesítette a közel 3 kilométeres szakaszt. A táv végén biciklijüket tolva haladtak az Orbán-hegyi tölgyhöz, hiszen felnőtt sportolóknak is meredeknek számító útvonal állt előttük. A kaptató végén már látható volt a várra várt cél, ahol kipihent, kiszomjúságát oltotta. A résztvevő gyerekek nagyon várják a jövő heti programot is. Ideig is én jártam, meg én alapban szeretek ilyen táborokba járni, és nekem ez nagyon megtetszett, és úgy döntöttem, hogy eljövök. Azt történt, hogy felmászunk a hegyen biciklivel. Igen. Amiben nagyon elfáradtam, és majdnem elaludtam. És mi fog ezután történni? Ezután fogunk majd vízipisztolyozni, meg számháborúzni. És melyiket várod jobban? Mind a kettőt nagyon szeretem. Igen, és még milyen programokon vettél részt, így a központ által szervezett programokon? Volt kutyaterápiás foglalkoztatás, meg ilyen rendőrkutya bemutatás, ilyesmik, meg majd jövő héten megyünk a strandra. Rövid pihenés után számháború vette kezdetét. Két csoportba oszlottak a gyerekek, majd belakták a molyhos árnyékos dombon lévő terét. A gyerekeknek ez remek kikapcsolódási lehetőség és csapatépítő program volt a nyári vakációban. A túra annyira jól sikerült, hogy a jövő heti programot is izgatva várják a gyerekek.